Az elmúlt egy hónapban nyolc égő gépjármű miatt volt szükséges beavatkozniuk a lánglovagoknak. Legutóbb még kedden, a 63-as főút 6-os kilométerénél szerdes külterületéhez kellett vonulni a beavatkozó tűzoltóknak. A szexárdi hivatásos tűzoltók egy zöld hulladékot szállító, kigyulladt kis teherautó tüzét oltották el, vízsugarak és kéziszerszámú segítségével, egy akkumulátoros feszítő segítségével nyitották fel a gépjármű motorházatait. Mint ahogy említettem, parkoló autóban is keletkezhetnek tüzek. Itt a sok esetben szándékosság az a gyújtogatás következtében gyúlat kaphatnak lángra az autók, de nem ritka az is, hogy esetleg egy-egy szomszédos kigyúlat parkoló autóról, szemétáróról terjednek át a tüzek. Mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a károkozást és a baleseteket. Figyelnünk kell arra is, hogy lehetőség szerint ne gyújtsunk szemetet a gépjárművünk padlóján, itt alatt esetben egy cigarettacsikket elejtve vagy eldobva, ez megint csak lángra kaphat. A cigarettacsikkek eldobálását viszont minden esetben mellőzzük, nem csak a gépen hanem természetesen ezt a szabadba se dobáljuk ki, ugyanis az plán itt a nagy szárazság idején nagyon könnyen összefüggő tüzekhez, szabadtéri tüzekhez, erdőtüzekhez vezethet. Menet közben is kigyulladhatnak az autónk, ez szoros összefüggésben van például a gépjármű karbantartottságával, a műszaki állapotával, a megtett kilométerek számával természetesen. Itt például az üzemanyagrendszer meghibásodása következtében üzemanyag kerülhet a motortérbe, és begyújthatja annak az olajos, illetve egyéb motortérékhető anyagait is. Köves Péter azt is elmondta, hogy mit tehetünk, illetve mit kell tennünk, ha tüzet észlelünk az autóban. Bármilyen esetben, hogyha tüzet észlelünk a gépjárművünkben, biztonságban igyekezzünk félrehúzódni, úgyhogy a lehetőség szerint a közlekedés többi részvevője is figyelembe legyünk, ami nagyon fontos itt is az idő, mint tényező. Tehát amint megbizonyosodtunk arról, hogy igen, tűz között az autónkban, azonnal tárcsázzuk a 112-t, és hogyha van nálunk egy két kilós porralótó készülék, csak akkor kezdjünk neki egy tűzoltásának, például egy motortér esetében, hogyha kellő maga Biztonságot érzünk, ennek tükrében egy kezdeti tűz adott esetben megerőshető, de számolnunk kell egyéb veszélyekkel is, mint például egy motortűz esetében egy átforosodó motor képháztetővel, itt nyilván a felnyitó karját meghúzva egy résnyi helyünk lesz arra, hogy majd a porraltó készülék csövét szépen behelyezzük óvatosan ebbe a Ha a motor térben csapnak fel a lángok, fontos, hogy ne próbáljuk meg teljes mértékben felnyitni a motorháztetőt, mert ennek következtében akár súlyos égési sérüléseket is szenvedhetünk.